Dr. Garac Imre, filozófus, társadalomkutató, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának alelnöke. A Veszprémi Magyarság Tudományi Kutatások műhely és a Veszprémi Humán Tudományokért kiadó vezetője, Mihály Benedik Német Magyar Filozófiai Társaság alelnöke. A Pécsi Tudományi Egyetem TTK geopolitikai doktori iskola témavezetője, előadója. A Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok és politika tudományi doktori iskola témavezetője. 259 bölcsészet és társadalmi tudományi kötet szerkesztője és kiadója. Előadásának címe: Időisten, időfal, időember. Fogadjátok szeretettel! Sok szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat, kedves mindnyájukat. Először is köszönöm ezt a szíves invitálást. Másrészt pedig arról néhány gondolatot, hogy ez az egész Istenkor konferencia, ugye nyilvánvaló, hogy ez nem előzmény nélkül való. Ez egy tudatosan vállalt tematika projekt, egy világvalóság. Már a korábban Dienes István előadásában ugye látható volt az, hogy óriási változások történnek velünk, de ezek a változások nem egyik pillanatról a másikra mennek végbe, hanem ezeknek ugye van egyfajta megérlelési idejük, olyan idejük, amiben ugye van egyfajta fölhalmozódás, utána elér egy szintet, és akkor ugye létrejön a változás, de ez sokszor nem egyértelmű, és nem mindenki számára látható. Tehát amikor elkezdtünk foglalkozni a kb. 15-18 éve metaelmélettel, metafilozófiával, ugye akkor láttuk meg azt, hogy mennyire nagy fontosságú az önvizsgálat, a tudatosság, a személyes részvétel, tehát az, hogy egy önmegismerés alapján ugye tisztában vagyok azzal, hogy mi a funkció, mi a feladatom, mi végre vagyok a világon. Ugye a filozófia egyik alapkérdése is ez, ez egy lételméleti kérdés, hogy mi végre vagyunk a világon. Ugye nagyon sok ember, sok millió, sok milliárd talán ember él úgy, hogy nincs tisztában azzal, hogy mi az ő szerepe, helye. Mire született? Tehát mindenki születik valamire, senki sem születik úgymond ok, feladat, cél nélkül. Ne felejtsük el, hogy a születésnek a misztériuma is ugye egy óriási verseny, amikor ugye hát több tízezer versenyző közül mi mindnyájan győztesek vagyunk. Tehát több tízezren futottak versenyt velünk együtt, és mi értünk célba? Mindnyájan, akik itt vagyunk. Lehet, hogy van olyan, akinél százezrek, ugye? Hát az egy jó erős ember lehet. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy lássuk és belássuk, hogy nekünk magunknak kell tudatosan, önállóan, tevőlegesen, műveltséggel, kultúrával, mentális háttérrel, megfelelő talapzatok felismerésével, ugye? Tehát ugye akkor tudjuk csak elérni a céljainkat, hogyha felismerjük a szükségszerűségeket. Nincs szörnyűbb dolog annál, mint amikor a fel nem ismert szükségszerűségek folyamatában sodródunk az élettel, akár most ugye mit látunk például, kik azok, akik a fel nem ismert szükségszerűség világába sodródnak, azok például, akik a fogyasztói kultúrának élnek. A fogyasztói kultúrának. Az egyik szomszédom például hát imádja az autókat, és nem bírja elviselni, hogyha megjelenik egy új autó az interneten, tehát egy új típusú autó, hogy ő neki egy hét múlva ne álljon ott az udvarában. Beteg. Beteg. Egyszerűen. Tehát csak példának mondom erre, hogy mennyire fontos önmagam dimenziója. Ne felejtsük el, a hallgatóinak szoktam mondani mindig, hogy minden ember egy csillag. Tehát mi ugyanolyan fontosak vagyunk egyenként, mint az a rengeteg csillag, bolygó, stb. Körülöttünk. Mindnyájan bolygók vagyunk, csillagok. És ugye vagy tükröztetjük a fényt, amit kapunk, de hogyha nagyon erősek vagyunk, önálló fényt is képesek lehetünk
szellemi szinten kibocsátani. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok a dimenziók, amikkel ugye érdemes hát elkezdeni az Istenkorról való gondolkodást. Én megmondom őszintén, hogy nagyon sok olyan emberrel találkoztam életemben, akikre illik az Isten jelző. Most nyilvánvaló, hogy nem csak szakrális, vagy túlvilági, vagy az időfalon kívüli értelemben, hanem az, aki a mindennapi életben már hosszú időn keresztül olyan cselekedeteket tud végrehajtani, amivel tulajdonképpen kiérdemli azt, hogy Isten embernek hívjuk. Mondok egy példát. Több ilyennel találkoztam életemben. Nyugodtan mondhatom, hogy nagyon sokat tanultam tőlük. Az egyik ilyen például egy sebész professzor, akivel egy konferencián találkoztam, és utána jó párszor találkoztunk, mi nagyon sokat beszélgettünk, és megdöbbentem azon, amiket elmondott. Nagyon-nagyon mély, és nagyon-nagyon-nagyon erősen sugárzott belőle az energia, és elmesélte az élettörténetét nagyon röviden. Ennek a lényege az, hogy ő 26 éves korától 73 éves koráig reggeltől estig műtött, rengeteg hétvégi ügyelettel együtt, és sok ezer ember életét mentette meg. Sok ezer ember életét. Na most nem csak a fizikai testet mentette meg, hanem a benne lévő lelket is. Isten ember. Csodálatos gondolatai voltak neki, mert a műtét közepette, a műtétek közepette, hát ugye itt 4-5-6 órás műtétekről van szó, a műtétek közepette rengeteget gondolkodott, és nyilvánvaló, hogy amikor ott vagyunk a lét és nem lét határán, és nekünk ott kreatívan tudnunk kell, hogy mit kell tenni, nem szabad hibázni, minden varatnak, stb. A helyén kell maradni, vagy helyén kell lenni, akkor nyilvánvaló, hogy egy olyan fantasztikus dimenziót épített föl magának, hogy egy óriási szellemi katedrálist gondolt ki a 43 éves sebészi tapasztalatai alapján. Még talán ő mesélte azt is, hogy egyszer egy betege ott feküdt már a műtőasztalon, több órás műtétre válva, és hát ugye igazából az ember nem a legvidámabb, amikor ott van már lekötözve a műtét előtt, ugye az altatás előtti pillanatok. És akkor megkérdezte tőle, hogy hát doktor, azt mondja, jaj, azt mondja, nagyon félek, hát nehogy meghalljak, mondja így a leendő hát, alany. És erre ő vidáman azt mondta, ott a műszereket fogta a kezébe, hogy nyugodtan halljon meg, majd újraélesztem. Tehát ugye annyira fantasztikus humorral tudott, mert ugye ő olyan sebész volt, aki nem csak szakmailag volt kiváló, hanem hihetetlenül tudott kommunikálni, interpersonális kapcsolatba lépni. Előtte beszélgetett vele, ugye pillanatok alatt leolvasta a testbeszédből, a kifejezéséből, a szövegkultúrájából. Tudta, hogy kivel áll szembe, rögtön. Tehát egy nyitott könyv volt neki a lélek is. És azt mondta nekem, hogy ő mindig is, hiába mondják azt, hogy ő hát rengeteg testet operált, úgymond, sok ezret, de azt mondja, hogy mindig úgy érezte, hogy ő a lélek sebésze. Tőle rengeteget tanultam, és ugye itt van ez az alapkérdés, hogy mi végre vagyunk ezen a világon, ugye ez a filozófia alapkérdése is, öntételezés, önvizsgálat. Például beszélgetek valakivel, és akkor elmondom neki ezt, hogy önvizsgálat, hát tudod te, hogy mire születtél, mi a feladatod, jó helyen vagy a világban? Jól mennek a dolgaid? Minden dologgal tisztában vagy? Mindenre jól válaszoltál? Fölkészültél mindenre? Tehát erre az intervallum szakaszra, ami az életünkben ugye ez a úgymond földi lét? És akkor azt mondja nekem, te képzeld el, azt mondja, olyan sok hát problémám volt az életben, annyi mindent kihagytam, annyiszor voltam link, hanyag, stb. Hogy egyszerűen nem merek magammal szembenézni, mert annyira szégyellem magam. Nem merem, mert annyira szégyellem magam, hogy azt mondja, az egy katasztrófa lenne, hogyha én szembe tudnék nézni önmagammal. Mondja nekem. Úgyhogy, ugye van ez a mondat, ami nekem nagyon fontos, hogyha elindulunk ugye, vagy elkezdünk gondolkodni az Istenkor vonatkozásain,
hogy egy ember, akinek erős hite van, mindig erősebb, mint 99, akiknek csak érdekeik vannak. Nyilvánvaló, hogy a mindennapi életben nagyon fontos az, hogy a mentális, és ugye itt a, úgymond az időbe vetett létünket, azt megfelelő organikus arányba tudjuk beállítani. Tehát az, hogy szükség szerint részt kell vennünk nyilvánvaló a anyagi, mindennapi életben, de soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy ennek a mindennapi életnek a lényege nem a testünk vágyai, nem a testi, nem a materiális lét, az lehet, hogy egy ürügy, az lehet, hogy egy átmeneti dolog, de a lényegnek mindig arra kell irányulnia, hogy az a lélek darabka, amit a születésünkkor ugye megkaptunk, nem örökbe, mert ugye, ahogy a Biblia mondja, alfa és omega az ember élete, tehát valamikor ez a lélek darabka, ez ki fog szállni az életünkből, és ez egy nagyon érdekes dolog, ugye visszaadta lelkét a teremtőjének, kiszállt belőle a lélek, tehát ugye ez nagyon sokféleképpen őrzi a nyelvünk. Tehát nekünk ugye ez a legnagyobb felelősségünk, hogy arra születünk, amit fölismerünk, hogy ebben az alfa és omega szakaszunkban ezt tudjuk képviselni, kifejezni. E szerint tudjunk élni. Na most a modernitás egyik legnagyobb bűne az, hogy ugye erőltette a pénz és ipari civilizatórikus központiságot, és ezzel ugye az emberekbe teljesen ki akarja törölni a lelket, a szakralitást, a spiritualitást, a Szent Koronát, Jézust, mindent, és egy, ahogy az István mondta az előbb, egy ilyen masszát, egy ilyen uniformizált, degeneratív, vagy degenerált masszát akar létrehozni, ami tulajdonképpen nem más, mint egy input-output fogyasztói tartály. Dolgozz, keres pénzt, vedd meg, fogyaszd el, megint dolgozd. Tehát, ugye ez azt jelenti, hogy amit előállítasz, azért kapsz valami pénzt, és abból a pénzből ugyanazt meg is veheted. Sokan nem veszik észre például, hogy mennyi, hogy milyen rosszul vannak bizonyos társadalmi közigazgatási normák fölépítve. Hogy például többszörösen adóztatott és közpénzből létrehozott dolgokat még külön ki kell fizetnünk többszörösen. Ugye? Tehát tessék ilyen közgazdasági tartalmakat olvasni az interneten, mert megdöbbentő egyébként, de ezt a mainstream általában a szőnyeg alá söpri. Ugye nagyon fontos ez, hogy érzékeljük, hogy mi az, ami mi önmagunk vagyunk, önmagunk fejezünk ki, tehát mi az, amit mi önmagunkban előállított, hozzáadott értékként hozzá tudunk adni, javára tudjuk adni a közösségnek. Én például nagyon sok bántást kaptam családomtól is, ismerősöktől, stb., hogy azt tartják rólam, hogy én bolond vagyok, mert nagyon sok mindent végzek ingyen. Engem például van olyan családtagom, aki azt mondja, hogy hát én iszonyatos bolond vagyok. Tehát engem lehet, hogy felügyelet alá kéne venni. Mert olyan dolgokat csinálok, amiért nem kapok, de nem érti, hogy ezek olyan dolgok, hogy a közösség hasznára teszem. Például most, ugye említettem már tegnap, most azoknak mondom, akik esetleg ma vannak itt először, hogy egyben a Veszprémi Humántudományokért kiadó alapítója vagyok, és az elmúlt 30 évben körülbelül 200 kiadványt adtam ki, illetve szerkesztettem. Most ebből elhoztam 120-at, a bejárattal szembeni asztalon találhatók, és ingyenesen elvihetők. Sok szeretettel, bölcsészet, társadalomtudomány, történelem, politológia, stb. Tehát csupa olyan dolog, ami ma nem fontos. Csupa olyan dolog, ami ma nem fontos, és ezek olyan művek, amelyeket azért vállaltam, hogy kiadom, mert nagy kiadók általában nem ugrálnak ezek után, mert ezek, ugye ilyen rossz szóval, vagy rossz kifejezés, ez magas kultúra, úgymond. Tehát ez nem hatalmas, nagy mainstream. Ugye nem olyan, mint egy sportolónő leírja azt, hogy hány
vízilabdázóval feküdt le, ugye? És rögtön elfogy 50 ezer példányba. Ezek nem olyanok, ugye? Tehát nagyon fontos az, hogy tudjunk adni úgy, hogy az anyagiaktól mentes, hogy nem gondolunk rá. Én mindig ilyen bolond voltam, hogy valahogy úgy nőttem föl, ugye olyan családi hátterem volt, hogy valahogy nem volt fontos számomra a pénz, és nem is gyűjtöttem vagyont, és ugye mindig annyi bevételem volt, és van általában, amennyi a költségeim. Tehát nagyjából erre az egyre vigyáztam, hogy azért ezt ki tudjam fizetni. Mindazt, aminek igazán nagy jelentősége van egy nép számára, nem lehet kizárólag értelemmel elérni, szenvedéssel is fizetni kell érte. Na most ez is a modernitás által eltörölt és negligált valóság. Ugye tudjuk a korábbi vallásfenomenológiai, vallástörténeti kutatásokból, hogy van egyfajta szenvedéstörténet, ugye? Tehát Krisztus sorsa, Krisztus eszkatológiája, az emberiség sorsa. Hát ne felejtsük el, hogy igaz, hogy megegyeztünk a konferencia elején, hogy nem beszélünk itt a jelenről, meg a múltról, stb. De ne felejtsük el, hogy ez a szenvedés, mint egyfajta antinómia, anticipáció, vagy össze nem kötöttség, hogy apostrofáljam DNS István többször használt kifejezését az imentiekben, tehát hogy a nem összekötöttség, ez a jelenkorunkban mennyire szerepet játszik. 20. század elején ugye Amerika bejelentette, hogy ez az ő százada lesz. Beveridge nyilatkozat. Első világháborút megszervezték, kirobbantották, learadták, elköltötték. Második világháborút megszervezték, kialakították, lebonyolították, elköltötték. Hidegháborút megszervezték, kialakították, elköltötték. A kelet-közép-európai rendszerváltásokat megszervezték, kialakították, stb. Most a 21. században ugyanezt a receptet alkalmazzák. Tehát ugyanezen recept szerint indították el ugye ezt a konfliktust itt a szomszédba. Mi a lényege? Amerika földjén ne legyen konfliktus, ugye ott nyugodtan mehet a Kylie Minogue, meg a Rock and Roll, meg a pizza rendelés, ott nem lesz semmi gond. Itt meg szépen valahol, ugye általában Ázsiába, stb. Zajlik a dolog. Nagyon fontosat mondott szintén DNS István ezzel kapcsolatban, hogy ugye, és gondolom, hogy majd Matek Kamil fog erről, meg tud erről sokat, hogy ugye ez egy klasszikus geopolitikai, geomorfológiai magterület. Tehát az Ural, ugye az Ukrajna, stb. Ez a körzet. És az összes nagy geopolitikai előrejelzés, ugye a 20. században reflektáltan kimondta, hogy a 21. század első igazán nagy, iszonyatos konfliktusa az itt kezdődik el. Visszatérek a szenvedés történethez. Tehát az anyagi lét, a lélektelenség, a pénz, a biznisz, a nyereség, a profit, a mervert, hajhászás. Ez mindig ott van, mint nem összekötöttség. Ugye ez Hegel úgy mondta annak idején, egy zárójeles filozófiai megjegyzés, hogy az élet lényege az összekötöttség és a nem összekötöttség összekötöttsége. Mert ugye, ha összekötöttség van, akkor kell lenni nem összekötöttségnek is. De ez csak úgy létezik, egy régi szóval, ugye a mi fiatalkorunkat ezzel rakták tönkre a marxisták, a dialektika, ugye? Ami egyébként fontos dolog, de nem abban az értelemben ők használták, hanem az eredeti görög értelemben, ugye mint dialoga mely. Tehát az összekötöttség és nem összekötöttség, összekötöttség. Tehát így kell ezt értenünk és önmagunkban tovább lépni. Ugye erről beszéltem ma az elején, hogy megfelelő szinten arányba kell lenni az életünkben azoknak az önérdek és nem önérdek dolgoknak. Erről írtam egy könyvet, Önérdek és önzetlenség címmel, ami most nagy
örömmel értesültem róla a kiadótól, hogy ismét elfogyott, és a harmadik kiadása fog megjelenni, akit esetleg érdekel, önérdek és önzetlenség. Ezeket a kérdéseket taglalom benne. Ugye ez a klasszikus mondat, hogy arcot teremtette Isten, mosolyognak magadnak kell. Tehát nem menthetjük föl magunkat semmivel. Mondja nekem a hallgatom vizsgán, hogy tanáró, ne haragudjon, tegnap este én elmondtam a tükör előtt, betéve tudtam, Isten bizony, tanár úr! Isten bizony, betéve tudtam mindent, elejétől végéig! De képzelje, hogy most nem tudom, meg vagyok illetődve, nem jut eszembe. Mondjon már valami, tanár úr, valami... Ugye a másik hallgatom, üresen adta be a lapot, tehát üresen, egyes, nyilvánvaló, teljesen üres, csak a neve volt rajta, kész, beadta a lapot, és abban az időben még ugye nem interneten írtuk be a jegyeket, hanem kiraktuk a fali újságra név szerint, hogy hallgató neve és a jegy. Másnap reggel, amikor viszem ki a irodámból a fali újságra a papírt, ő már ott elsőként ott áll. Ott állt. Mondom, itt viccesen így, mondom, ne haragudjon, hát üres lapot adott be, hát most teszek, hát elégtelen. Jó tanárok, de tudja, hát csodák történhetnek. Szóval az az igazság, hogy ugye ez a lényege ennek, hogy bizony, ugye milyenek az ellenpéldák, milyen szörnyűek, és így neki indulni egy életbe? Hát hogy fog ez dolgozni? Családot alapítani? Éjszaka fölkelni, amikor a kisbaba felsír? Hogy? Ez egy nagyon szép angolszász közmondás, hogy ne legyen kétség felőlünk. Tehát, hogy valahol megjelenünk, akkor ott a jelenlévőkben semmiféle kétség ne merüljön föl velünk kapcsolatba, akár az ítélet szintjén, akár a megértés szintjén. Egyszer egy görög poliszban az történt, hogy megtámadták a perzsák a poliszt, és hirtelen menekülőre fogta mindenki. Váratlanul jöttek a perzsák, és ebben a poliszban élt Biász bölcs, aki mindig a főtéren ült, és egy nagyon okos ember volt, mindenkinek tanácsot adott, és a politikától kezdve mindenhez értett. Tehát tulajdonképpen ő volt a szellem abban a poliszban, és ugye adományokból élt, tehát mindenkitől kapott egy kis ennivalót. És akkor, mikor már rohan mindenki össze-vissza, rakták kocsikra az értékeiket, cipelték a hátizsákokat, tolták a ilyen kosarakat, mindent, akkor valaki odaszólt Biásznak, aki ott szemreben és nélkül ült tovább, hogy Biász azt mondja, hát jönnek a perzsák, gyorsan te is pakold össze a cuccaidat, az gyere, hát meneküljünk, hát véged van, ha... Nagyon nyugodtan mondta Biász. Omnia me comporto. Tehát minden értékem bennem van, magamba hordom. Tehát nincs mit magammal vinni, mert minden fontos bennem van. Na ez egy hosszabb téma lenne, hogyha belekezdenék, csak felütésszerűen mondom el, hogy az idő filozófiával, idő metafizikával foglalkozom idestova 20 éve, több tanulmánykönyvet írtam erről a témáról. Az alapkoncepcióm az, hogy elhanyagoljuk az időt. Ugye tudjuk, hogy idő, tér, téridő, stb. Nagyon sok fizikai egyéb elméletek vannak. A lényeg az, hogy a tér az maga nem lehet időtlen, és az idő maga nem létezik úgymond tér nélkül az ember számára. Na most, azt gondolom, hogy a térrel nagyon tisztában vagyunk. Mert látjuk azt, hogy a teret mindenki belakja, ül az autóba, ül a kávéház teraszán, fekszik az ágyba, ide megy, oda megy, amoda megy. Tehát a térrel napi, szinte erotikus, erotikus kapcsolatban vagyunk a térrel, minden. Hiszen a testünk állandóan a térnek valamilyen szegmensébe mozog reggeltől estig. És mindennel testileg, fizikailag, stb. Találkozunk, természetesen jelen van, ugye, akinél jelen van a szellemi reflektálás is. De az idővel valahogy nem bánunk megfelelő módon, az időre nem figyelünk. Az idő nagyon lényeges. Szintén fölmerült ez implicit módon
Dienes István előadásában. Ugyanis ne felejtsük el azt, hogy az emberi létezés sorserűségének az a lényege, hogy be vagyunk zárva mindig az adott pillanatba. Tehát reflektálhatóan mindig az adott pillanatnak a részesei vagyunk. Ebből az adott pillanatból tudunk visszafelé reflektálni, ez az emlékezés, és tudunk előre reflektálni, ez a jövőbe vetett hitünk, a várakozás, stb. Tehát elképzelünk dolgokat, de általában azok nem úgy lesznek, ahogy elképzeltük, ugye? Tehát ugye ez a pillanatban való bezártság, még Szent Ágoston fogalmazta meg a Vallomások című művében. Ajánlom mindenkinek, mert aki szeretne egy önmegismerő kurzust elvégezni otthon ingyenesen, az olvassa el Szent Ágoston De Confessionis, a Vallomások című munkáját, ami egy alapmű az önmegismeréshez. Képzeljék, hogy olyan zseni volt ez a Szent Ágoston, hogy olyan nyelven írta meg, hogy azt hinnénk, hogy ma született ez a mű. Olyan nyelvezete van. Mindenkinek ajánlom, hogy egy önmegismerő kurzus végezzen el, és legyen önmaga, hát, sorsvezetője. Szent Ágoston segítségével. Tehát az idővel nem foglalkozunk, mert az idő az felelősség. Ugye az idő, ugye az egy olyan, mint a fogyóhold, tehát ugye általában mindig fogy. Nagyon érdekes dolog, Martin Heidegger 1966-ban, ugye egy legnagyobb 20. századi filozófus, a Der Spiegel című főirat két riportere interjúra kérte, hogy foglalná össze, hogy hogy látja a 20. századot, a filozófiát, az emberiséget, stb. Csak a Heidegger egy zseniális interjút adott, amit mondta, hogy mivel vannak benne nagyon durva dolgok, tehát ilyen erős dolgok, azt kéri, hogy addig ne közöljék, amíg meg nem hal. Hát ez 76 áprilisában történt, és a május, ugye figyeltek a spiegelesek, figyeltek nagyon, májusi számban, 76 májusi számban már benne van az interjú, el lehet olvasni, és ennek az utolsó mondata az, hogy ugye 66-ban mondja ezt, hogy ön hogyan látja a elkövetkezendő évtizedeket, az emberiség, a földbolygó sorsát. Heidegger következőt mondja, már csak egy új Isten menthet meg bennünket. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen eszencia neki, amit az egyik legutolsó fontos interjújából ugye megtudhatunk. Ezzel kapcsolatban ugye az előző témához, a nagy lelkűséghez az úgymond idézőjelben ingyen adni tudás. Ugye? Tehát, hogy voltak olyan ismerő, emlékszem, valaki elveszített gyerekkoromban 20 forintot, és hetekig idegbeteg volt, hogy úristen, hát hova veszhetett el az a 20 forint? Tehát belebetegedett, hogy 20 forintja elveszett. Ugye? Vagy nagyon fontos, és ma különösen aktuális dolog, ugye? És ő ne felejtsük, itt van a falon ugye a Szent Korona, itt van Jézus, figyel bennünket, akit magyarnak teremtett az Isten, és nem fogja pártját a magyarságnak. Az nem derék ember. Hát nagyon finoman fejezte ki magát a gróf, ugye? Az nagyon finoman fejezte ki magát a gróf. Én azt gondolom, hogy ez az örök magyar sors és az örök magyar dimenzióknak a legfőbb sorsa. Itt pedig, hogy minden kudarc siker. Ugye nagyon sokan, amikor valami nem sikerül, vagy problémás, vagy nem sikerül elérni egy megfogalmazott célt, vagy bármi tragédia történik velünk, családtagjaink, stb., akkor valamiféle ilyen letaglózó, leromboló kudarc élménybe vagyunk, és ugye Hamvas Béla, akinek ajánlom szintén az alapművét, a Világválság, 30-as években írta, de mintha ma írta volna. Tehát a múlt század 30-as éveiben íródott, interneten is meg lehet találni, tehát Világválság. Ugye ebben írja le azt a folyamatot, amit minden politikusnak kötelező olvasmány kéne, hogy legyen. És sok politikust megkérdeztem, egyik se olvasta még. Tehát egyik se nem is hallott róla. Ugye? Tehát hogy lehet így politikusnak lenni, hogy Hamvas Béla nem ismeri a Világválság című munkáját, ami ugye arról szól, hogy ő ugye már a 30-as években átlátta azt a politikai forgatókönyvet,
ami szerint a 20. század zajlik, illetve lezajlott, és most a 21. századot is ez szerint akarják folytatni. Tehát ő zseniálisan leírja, a lényeg az, hogy folyamatos, irányított válság. És a, úgymond, most finoman fogalmazok, a nemzetközi, nagy nemzetközi folyamatokat irányító lehetőleg korlátlan hatalma. Tehát ő már itt bemutatja, felmutatja ezt a dolgot. Hát nem véletlen, hogy az Istenkornak van dolga. Tehát nem véletlen ezzel kapcsolatban, hogy van dolga az Istenkornak, hiszen ugye Hamvas Béla fejlesztette ki azt a, és több művében, például a Karnevál című regényében sok ilyen jelenet van. Azt is ajánlom önöknek, Hamvas Béla Karnevál című regényét. Én azt gondolom, hogy a 20. század egyik legfontosabb műve. Nem csak regény, hanem filozófiai munka is egybe. Egy csodálatos, csodálatos történet, nagyon izgalmas, nagyon érdekes. Úgy elég hosszú, tehát azt javaslom, hogy kb. 4 szuszra kell elolvasni. Tehát 4 szuszra lehet elolvasni. Most ezekben a műveiben Hamvas Béla többféle módon fölépíti, kifejti azt, hogy a kudarc tulajdonképpen az mindig siker, hiszen ha már megértettem megfelelő önismeret alapján, hogy bekövetkezett a kudarcra rálépek, mint egy talapzatra, és onnan tudatosan építem föl a kudarcból kivezető utat. Tehát ugye nem úgy kell csinálni, mint a hallgatóm, aki másnap reggel eljött, és ott állt a fali újságnál, és várta a csodát. Ugye? Nem is kell fölépíteni ezt a dolgot. Vagy eszembe jut ez a régi történet, hogy Ábrahám elmegy a bölcs rabbihoz, hogy te rabbi, te képzeld el, hogy tegnap találkoztam a Jakobbal, és tudod, ez a 60 éves Jakob, ez azt mondta nekem, képzeld el, azt mondta, hogy tegnap egész éjszaka szerelmeskedett a csodaszép Rebekával. Képzeld el, ezt mondta. Hát mit szólsz hozzá? Mire a rabbi? Azt mondja, hát mondd te is. Tehát, ugye ez egy ilyen dolog, aminek ugye nagyon sok összetevője van, és nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Egy nagyon kedves barátunk, kollégánk, aki már sajnos nincs köztünk, nagyon fontos mondata, ami szerintem szintén egy nagyon fontos Ariadné fonal lehet a mindennapjainkhoz. Ezt mindig tartsuk magunk előtt, de a tehetség semmi, elmondható, elpazarolható. Úristen, hány olyan tehetséget ismertem az elmúlt 50 évben az összes szakmából, művészt, sportolót, bárkit, akik világ rengető zsenik, zenészt, stb. De megbicsaklottak, elcsúsztak, félrementek, elpazarolták a tehetségüket, elrontottak mindent, és belehullottak a semmibe. Nagyon fontos az, hogy, és ezt is a sebész professzor barátom mondta, hogy ő mindig így élt a szakmai pályafutásának mind a 43 évében, amikor rengeteg embernek megmentette ugye nem csak a testét, hanem a lelkét is egyben. Ugye ez nekem egy fantasztikus erőt adott, ez a vele való beszélgetések, és őneki ugye ezek voltak a kulcs szavai, kérem, köszönöm, elnézést. Mert abban a pillanatban ugye már ezek szimbólumok. Tehát ezekkel felül tudok emelkedni. Tehát nem belemegyek durván egy semmit érő logikai vagy napi problémába, vitába, és nem borítom a leves meg stb., hanem egyszerűen minden szituációban a felül emelkedettség. Ugye Jézus, amikor ugye felvállalta ezt a hatalmas küldetését, ezt az óriási eszkatológikus tettét, ami mindmáig itt jelen van, és ugye erőt ad nekünk.
Ugye ne felejtsük el, hogy a Szent Korona nem véletlenül van itt, de a Szent Korona jelenti és sűríti magába azt a fantasztikus élet energiát, azt a múltat, a jelent és a jövendőt, az egész Kárpát-medencét, ami akkor is itt van és segít nekünk, segítségünkre van, és segítségünk, tehát itt lesz velünk, amikor nem gondolunk rá, vagy annak is segít, aki egyszerűen nem hisz benne. Tehát kérem, köszönöm, elnézést. A másik ilyen istenember az én életemben, Németh László, aki szintén ajánlom a munkáit, a esszéit, drámáit, regényeit, ő egy komplex, fantasztikus hát, magyar gondolkodó volt, egyszerre történész, esztéta, drámaíró, filozófus, irodalmár, stb. Még költő is volt, de nem tetszettek a versei, ezért elégette őket. Mert olyan nagy felelősséget érzett, hogy azt gondolta, hogy amire ő azt gondolja, hogy nem jó, az nem maradjon meg, nehogy véletlenül az alapján ítéljék meg, pedig lehet, hogy tévedett. Lehet, hogy az összekötöttség helyett pont a nem összekötöttség működött nála. Ugye nagyon érdekes ez a dolog. A tévedéseket nem szabad sorsá rögzíteni. Ugye mondhatnánk itt pedagógiai dolgokat, mondhatnánk magyar történelem nagy kulcsfordulóit, és mondhatnánk azt is, hogy hát mi az, amikor beleéljük magunkat valamilyen olyan ítélet sorozatba, amiben tulajdonképpen pontosan az a cél, hogy ne tudjunk belőle kivakarózni. Tehát sokszor ugye a tévedésnek a rögzítése, az valakiknek az érdeke. Az szintén a nem összekötöttség. Mert az az érdekük, hogy benne maradj, rágódjunk ezen, ugye? Amerikában vagyok, 1998, egy kutatásban vettem részt, ugye, Brooklynban kaptam szállást, vagy szereztem szállást Coney Islanden, egy emigráns magyarnál, és akkor esténként beszélgettem vele, és kérdezte, hogy hát mi van nálatok most otthon, stb. Mondtam, ez az, amaz, és aki szomorúan nézeti bólogat, egyszer csak azt mondta, hogy te, szóval tudod, mi nektek otthon a legnagyobb bajotok? Hát mondom, mi? Azt mondja, hogy állandóan a múlton rágódtok, és közben rosszak a fogaitok. Az, hogy Amerikában ugye a keep smiling, ugye a kötelezett, ott a hajléktalannak is csodálatos négyszeres méretű foga van, ugye, hogy be se tudja csukni a száját, mert a keep smiling a lényeg, ugye, hogy a gyönyörű fogamat, ugye, hogy lelóg a térdéig a foga, tehát ugye ez egy olyan csoda, amivel ugye szembe kell nézni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem szabad tévedést sorsá rögzíteni. És egy utolsó mondat, búcsúzóul példaként, egy nagyon erőt adó mondat. Egyszer a Klauzál téren mentem valahova, és megláttam ott egy falon egy emléktáblát, és az emléktábla következő mondat szerepelt: csak az győzhet a végső hajrán, aki a sorsánál nagyobb. Géretz Attila, fiatal költő, egy nemzeti hős, aki az 50-es években rákosi rendszerrel harcolt, börtönbe zárták, megalázták, verték, ugye öttusázó sportoló volt, megszökött a Váci börtönből, árvíz volt, beugrott a börtön tetejéről a Dunába, árvízbe. Megszökött, és aztán ugye úgy kapták el sajnos, mert olyan ügyes volt, mint a pókember, olyan volt, tehát úgy ment, mint a pókember. Olyan fizikai képességekkel rendelkezett, úgy kapták el, hogy bement valaki ismerőséhez segítséget kérni, és az följelentette. Aztán kiszabadult a forradalom során, és szervezte, ugye harcolt a szovjet tankok ellen, és költő volt, interneten meg lehet találni a költeményeit, 29 évesen, november 9-én lelőtték a Klauzál téren, és akkor itt van az emléktáblája. Na most ő mondja, hogy csak az győzhet a végső hajrán, aki a sorsánál nagyobb. Tehát magyarul mit üzen ez a mondat? Hogy csak akkor vagyok önmagammal kompetens, és akkor lehetek elégedett
önmagam, önvaló sorsával, hogyha maradéktalanul meg tudom valósítani, tehát fölismerem önvizsgálat alapján, mi a célom, mire születtem, azt megfelelő normatívák szerint képes vagyok képviselni, végrehajtani, és akkor mondhatom el, hogy betöltöttem a számomra lehetőségként megajánlott, megírt sorsot, azaz nem a sorsom alatt éltem, hanem fel tudtam emelkedni. Mindenkinek nagyon boldog emelkedettséget kívánok a jövendő Istenkorhoz. Köszönöm szépen a figyelmet! És mantrákkal fogtad Istenévükkel az embereket összekötni. Online meditációit a Facebookon is megtaláltjátok. Egyéni és csoportos oldásokat tart hangfürdőkkel. Ezt a dalt 2014-ben írtam, a buszon hazafelé jövve gyorsan felénekeltem a telefonomra, nehogy elfelejtsem. Tehát egy abszolút a hazatalálásról szól, meg majd meghalljátok, hogy miről. Bármerre jársz, bármerre jársz, úgyis mindig hazatalálsz. Fénylő égbe hazatalálsz, otthonra vágy, bármerre jársz. Bármerre néz éles szemed, szíved mindig hazavezet. Bármerre jár édes szíved, lelked mindig hazavezet. Vár rád a fény, vár rád a fény, fénytestemben ott várlak én. Fénylő Isten hazavezet, fénykarjával körül ölel. Ott vársz engem, fénygyermekem vezetsz engem. Fénylő Isten aranyölén, fénygyermekem ott várlak én. Aranyfénnyel elringatlak, fényanya szív dobbanásban, örök fényben, ragyogásban, forrás Isten otthonában. Elringatlak aranyfénnyel, fényanya szív szerelmével, örök fényben, ragyogásban, forrás Isten otthonában. Fényanya szív dobbanásban, forrás Isten otthonában, fényanya szív.